Az előző kísérletet most egy olyan módosítással fogjuk megismételni, hogy a vizet egy kémcsőbe helyezem bele, pár ujjnyi vizet, és ezután teszem bele a szintelen fenoftalaimat. Kicsit összerázom, hogy elkeveredjen, és utána petróleumot fogok rárétegezni. A petróleumnak a sűrűsége az kisebb, mint a vízé, ezért a víz tetején fog megjelenni, két fázis fog kialakulni. Most elzárom a levegőtől a vizet. Egy darabka káliumot fogok kivenni a petróleumból. Egy kicsit a kérgétől megtisztítom. És amikor kész van, akkor ezt a kis kálium darabkát belehelyezem a kémcsőbe, le fog süllyedni a petróleumba, hiszen a sűrűsége nagyobb, mint a petróleum. És hogy hozzájön a vízhez, elindul a reakció, meg lehet figyelni, amikor felvidő hidrogén buborékok rátapadnak, akkor fölfelé állnak a petróleumban a kálium, csökkenti a sűrűségét, majd utána megint a süllyed, és a hidrogén fejlődés jól megfigyelhető, a hidrogén pedig ugye nem oldódik fel túlságosan sok a petróleumban, hanem följön a tetőre.